No hát akkor áttekintettük a 2016 év jelentősebb feladatait, előttünk áll a 2017-es év is, úgyhogy itt is több fejlesztés és változás van előirányozva. Általánosságban mi jellemzi az önkormányzat gazdálkodását? A legfontosabb, amikor hozzálátunk egy új költségvetés előkészítéséhez, az, hogy a pénzügyi stabilitást biztosítsuk. Tehát nem lehet, például nem lehet mínuszosra tervezni egy költségvetést, nincs olyan, hogy valamire nincs pénz. Ugye vannak a kötelező feladatok, amit említettem, és azokra, ha törik, ha szakad, kell, hogy jusson pénz. Hogyha ez megvan, akkor, és ugye megvan, megpróbáljuk megtervezni, hogy milyen bevételeink lehetnek. Na most ez mindig terv. Tehát a kiadás az majdnem mindig biztos, ott csak az előre nem látható események azok, amik pluszköltséget jelentenek, viszont a bevétel az mindig bizonytalan, mert ugye attól függ, hogy mennyi adóbevételünk érkezik. A bevételeink közül csak az állami támogatás tervezhető. Egyébként az összes többi meg nem tervezhető, pontosabban tervezhető, csak nem biztos, hogy teljesül. Tehát arra igyekszünk úgy megtervezni a költségvetést, hogy az egyensúlyban legyen, illetve egyensúlyban is kell lennie, és egész évben arra törekszünk, hogy takarékosan gazdálkodjunk, és ha évközben valamit észszerűsíteni tudunk, jobb munkaszervezéssel, akár mondjuk egy intézmény energiahatékony fűtésre való átállítással, akár mert ugye ez mindegyik a rezsiköltséget csökkenti, akkor meglépjük ezeket a lépéseket, pontosan azért, hogy az önkormányzati intézmények, a település üzemeltetés minél olcsóbb legyen. Tehát, hogy ezt spórolni tudjunk, erre törekszünk, ez alapvető dolog, és akkor utána jönnek azok a dolgok, amiket szeretnénk építeni, meg az önként vállalt feladatok, meg egyebek, meg felújítás, és akkor kérdés, hogy mire van pályázat, mire nincs pályázat, ez is meghatározza azt, hogy mit tudunk egy évben elvégezni. És akkor az is, hogyha viszont nincs valamire pályázat, akkor meg a képviselőtestület megnézi, hogy van három feladat, hát mind a hármat el kellene végezni, de a háromból csak kettőre jut pénz, akkor bizony meg kell hozni azt a döntést, hogy melyik marad ki, vagy melyik marad a következő évre. Tehát ezek azok a dolgok, amiket mi a képviselőtársaimmal mindig meg szoktunk vitatni, és ütköztetjük a véleményünket, meg vitatkozunk is sokszor, és akkor itt kialakul a képviselőtestület közös elképzelése arról, hogy mik a végrehajtandó feladatok egy évben. Ez egyébként nagyon fontos, és ez a legkomolyabb része szerintem egy önkormányzati munkának, egy képviselői munkának. De ebből is látszik, hogy sokrétű egyébként az önkormányzat feladata, hiszen amellett, hogy a költségeket megfelelően kell beterveznie, például mondjuk a település rendezésével is folyamatosan foglalkoznia kell, a különböző terveket, szabályokat, szabályzatokat felül kell vizsgálnia. Idénre is jut, úgy tudom, három ilyen, amit felül kell vizsgálni, ami egyébként folyamatosan felül van vizsgálva. Igen, a település rendezési eszközökre gondolsz, amit a felülvizsgálat tavaly kezdődött el, és azért mondtad, hogy három, mert ugye a település rendezési eszközök közé tartozik a településfejlesztési koncepció, a település rendezési terv és a helyi építési szabályzat. Mind a hármat nagyon bonyolult és hosszantartó munka felülvizsgálni és az újat létrehozni. Ez egyrészt egy komoly átgondolós, meg tervezős tevékenység, másrészt meg egy nagyon felelősségteljes tevékenység, mert a település középtávú életét határozza az meg, hogy ebbe a mondjuk akár a koncepcióba, akár a település rendezési tervben milyen változásokat irányoz elő a képviselőtestület, nagyon fontos dolog. Több lakossági fórum is volt ebben az ügyben, például a tavalyi évben, és még jó néhányszor van fönt például egy munkaanyag is a honlapon, amit lehet véleményezni, és bízunk benne, hogy majd egy olyan anyag áll össze, amit, ami
megfelelő lesz majd a település fejlesztéséhez az elkövetkező mondjuk 10 év, belátható 10 évre elegendő lesz. Ahogy az imént említetted, hogy a költségvetés tervezésénél a kiadás tervezése talán mindig pontosabban meghatározható, mint a bevételeké, ezt mi sem példázza jobban, hogy tavaly több pályázat is benyújtásra került, és azóta is döntésre vár. Az egyik ilyen, ami a községházát érinti. Igen, kicsit fáj, meg mondja, bosszant talán bennünket az, hogy májusban nyújtottunk be 2 nagyon fontos pályázatot. Az egyik az általam már említett óvodabővítésre vonatkozó pályázat, amihez egyébként kapcsolódik a bölcsöde kialakítására vonatkozó projekt is. Tehát ez így együtt, ez egy nagy 300 millió forintos pályázat. Tavaly májusban nyújtottuk be, még nincsen eredménye, illetve a községháza felújítására irányuló pályázat szintén májusban nyújtottuk be, és még szintén nincsen eredménye. Egyrészt esztétikai szempontok miatt is fontos lenne a községházának például a tetőt lecserélni, másrészt pedig energiahatékonysági szempontból is nagyon fontos lenne. Várjuk azt, hogy ez egy kisebb pályázat egyébként, tehát nem mérhető össze az óvibölcsi pályázattal volumenében, de nagyon fontos fejlesztés lenne a község életében. Illetve hát van még egy, ez a sportpark pályázat, szintén nincsen még eredménye, hát várjuk, hogy dolgozhassunk, hiszen a pályázatok megírása, elkészítése nem volt egyszerű feladat. A végrehajtása, lebonyolítása sem lesz, de sokkal jobb azt látni, hogy valami készül, mint várni arra, hogy valaki eldönti azt, hogy csinálhatjuk, vagy nem csinálhatjuk. Tehát jó lenne, hogyha túl lennénk már rajta. A már benyújtottak mellett vannak begyújtandók is, amik ugye természetesen szintén szép számmal vannak. Ezek közül például az egyik, ami a belterületi utak megújítását érinti. Pontosan melyik utakat? Igen, a belterületi utak felújítására irányuló pályázatot a versenyképes Közép-Magyarország operatív programban írták ki, és 4 utcát szerettünk volna ebből létrehozni, illetve felújítani. És ez a 4 a Szőlő, a Kossuth, a Gesztenye és a Napfény utca. Na most 3 utcával nincs is semmi probléma, a Szőlő, Kossuth, Gesztenye rendben van, azonban a Napfény utcáról már a pályázat írási időszakban is kiderült, hogy sajnos nem az önkormányzat tulajdona, hiába hittük magunkénak, hiába adtunk mind neki nevet, hiába van rajta makadám burkolat, amit az önkormányzat készítetett el, telekönyvileg nem a miénk, és így erre a pályázatot, erre az utcára vonatkozó projektrészt ki kellett vezetnünk a pályázatból. Tehát most ez a pályázat a Szőlő utca, a Kossuth utca és a Gesztenye utca fejlesztéséről szól, ez egy beadott pályázat, várjuk az eredményét, de miután csak most hiánypótoltuk, tehát ennek valószínűleg még nem lesz a jövő héten eredménye, ez hosszú ideig is eltarthat. Van még, szeretnénk a konyha raktár helyiségeinek, előkészítő helyiségeinek a felújítására is beadni egy pályázatot. Nagyon fontos lenne, hogy ez lebonyolódjon, illetve az étellift beépítése is ebben a pályázatban van benne. Az étellift szállítaná a konyha fölött lévő óvodai részekbe a meleg ételt, és így nem kellene a lépcsőn szállítani. Illetve eszközbeszerzési része is van ennek a pályázatnak, néhány régi eszközt modernre, energiatakarékosra cserélhetnénk a konyhán, hogyha nyernénk a pályázaton. Ugye azt már a 16-os évi változásoknál beszéltük, hogy a gyermekorvosi rendelőt is szeretnétek fejleszteni.
ehhez is szeretnétek majd pályázatot benyújtani. Igen. Valami biztosan lesz. Nagyon figyelem a pályázatokat. Most olyan szinten van a dolog, hogy át kell gondolnunk, hogy egészen pontosan ez a felújítás miben nyilvánuljon meg. Tehát bővítsünk, ne bővítsünk, hagyjuk így a szerkezetét, a belső elosztását, ne hagyjuk így a belső elosztását. Tehát egyelőre még, miután a pályázatot nem írták ki, erre még van lehetőségünk, de mindenképpen szeretnénk felújítani. Tehát azért is vettük meg, hogy felújíthassuk, ez nem volt kérdés, mert szeretnénk teljesen jó állapotban tudni ezt az intézményt is. Ahogy most is, úgy egyébként az előző években is mindig sokat áldoz az önkormányzat a különböző sporttevékenységhez kapcsolódó fejlesztésekre. Ez idén az idei tervek között szerepel a tornaterem és a sport létesítménynél még egy-egy fejlesztés. Melyek ezek? Igen, alapvetően a két sporttárgyú fejlesztésünk lesz. Tavaly nyert TAO pályázat mind a kettő. Az egyik a tornaterem világítótestjeinek a cseréje. Ez most már nagyon rövid idő alatt meg fog valósulni, tehát ezt már késztényként kezelhetjük. A másik pedig a sportpálya kerítésének a cseréje, amire nagyon-nagyon régóta vágytunk már. Egyrészt, mert nagyon csúnya az, ami most van, másrészt pedig hát az állaga már nem olyan, hogy sokáig fenntartható lenne úgy a mostani formájában. Ez is egy nyert TAO pályázat, de hogyha megengeded, akkor a TAO pályázatról majd a fejlesztések után szeretnék külön beszélni, mert a dolog ennyire nem egyszerű, mint amilyennek látszik. Van egy fejlesztés itt a művelődési házban is, ez is már egy hosszú évek óta vágyott fejlesztés, és hát idén ez megvalósulni látszik. Hát ez egy akkora fejlesztés, akármennyire, tehát ez egy beltéri, a nagyterem felújításáról van szó. Szóval ehhez hozzányúlni bátorság volt, és amikor azt mondtad nekem, hogy jó lenne a, te mindig színházteremnek hívod. Ja, igen. Én mindig nagyteremnek hívtam, mindegy. Amikor azt mondtad, hogy fel kellene újítani, akkor én a szívemhez kaptam, mert tudtam, hogy nem egy egyszerű munka. És nem is az. Látjuk, hogy nem az. De most, amikor már a munka a vége felé zajlik, vagy tart, akkor látom, hogy mennyire más minőség jön majd létre, mint amilyen volt. Úgyhogy érdeklődéssel várom a március 15-ét, amikor majd ezt a fejlesztést át fogjuk adni, és nagyon szeretném, hogyha mindenkinek tetszene. Nekem már most nagyon tetszik. Beszéltünk ugyan már a temetőről, de a temetőt érinti még egy olyan változás, ami a következő év január 1-től látszik megvalósulni. Igen. Jelenleg a SZIGÜ Kft. Működteti a temetőt, az önkormányzat tervezi saját működtetésébe visszavenni a temetőt. Az elmúlt években bizonyították, hogy a fejlesztések oroszlán része mindenképpen a miénk, tehát mi költünk rá a legtöbbet, mi fogunk is rá a legtöbbet költeni, hiszen a mi vagyonunk, a miénk, meg a mi feladatunk, és meg tudunk birkózni ezzel a feladattal, úgyhogy december 31-én lejár a szerződés a SZIGÜ-vel, és addigra a képviselőtestület vélhetően azt a döntést fogja hozni, hogy akkor az önkormányzat visszaveszi a temető fenntartását és működtetését, de miután ez a döntés még hivatalosan nem született meg, ezért nem is igazán akarom ezt megelőlegezni, de gyanítom, hogy ez lesz a képviselőtestület döntése. Nincs olyan feladat, amit mi ne tudnánk itt ellátni, és akkor még nagyobb rálátásunk és nagyobb ráhatásunk lesz a temetőben zajló tevékenységre. Tehát ezért szeretnénk ezt elérni. Az önkormányzat és intézményei
minden évben, hosszú évek óta szoros partnerségben dolgoznak és léteznek egymás mellett. Nagyon fontos a közös együttműködés. A civil egyesületek mellett ugye a vállalkozók támogatása és a velük való tényleg közös munka is mindig nagyon fontos. És említetted a TAO pályázatot. Itt szintén kapcsolódik a velük való együttműködésre egy felhívás, egy kérés. Igen, nagyon bőrére eresztve nem szeretnék kitérni a civil szervezetekre, meg a vállalkozókra, hiszen a civil szervezeteket említettem már. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy újra, hogy nagyon örülünk, hogy vannak. Annak is nagyon örülünk, hogy sok vállalkozás működik a faluban, és mindegyiküknek jó a kapcsolata az önkormányzattal, tehát a civilek különböző pályázatok esetében, rendezvényeken segítenek az önkormányzatnak, és ők így kiválóan ellentételezik mondjuk azt a támogatást, amit kapnak az önkormányzattól, de ennél is nagyobb eredmény az, hogy az a tevékenység, amit ők folytatnak, az abból a hernádi emberek részesülnek, és ezáltal jól hasznosulnak ezek a támogatások, amiket mi nyújtunk. A vállalkozások természetesen egy ilyen önálló egységek. Nekünk akkor jó, az önkormányzatot értem, hogyha jól menő vállalkozások vannak. Alig vártuk, hogy kikecmeregjen a világ a gazdasági válságból, amikor minden ország gazdasági teljesítménye, minden vállalkozás gazdasági teljesítménye visszaesett. Ez nálunk azt eredményezte, hogy a saját bevételeink, jelesül mondjuk az iparűzési adó bevételünk is sokkal kevesebb lett, így jelentősen behatároltak voltak a lehetőségeink. Most talán 3 éve látjuk azt, hogy úgy megyünk kifelé a gödörből, és ez látszik a bevételeink növekedésén is. De egyébként az együttműködés a vállalkozókkal példaértékű, tehát a felhívásainkra, a megkereséseinkre pozitívan reagálnak, ha anyagi erejük engedi, akkor természetben vagy anyagilag támogatják az önkormányzat elképzeléseit. Én csak megköszönni tudom a civil szervezeteknek és a vállalkozásoknak is azt, hogy így állnak hozzá a falu dolgaihoz, hiszen bármi, amit tervezünk, az úgy oldható meg a leghatékonyabban és a legjobban, hogyha közösen tesszük ezt. És ha most itt visszatérhetek a TAO-ra, jó, mert ez nagyon fontos, és a vállalkozásokhoz kapcsolódik, nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a TAO pályázatok a társasági adóra épülnek. Társasági adót a társas vállalkozások fizetnek, tehát például a részvénytársaságok, KFT-k és ilyenek, tehát nem egyéni vállalkozók. Ez egy olyan államnak fizetendő adó, amit mindenképpen be kell fizetni minden évben. A kormány lehetővé tette, hogy ennek egy része sportcélokra fordítható legyen, látványsportok támogatására lehet ezt fordítani, úgy, hogy a sportegyesületeknek, akik TAO pénzt szeretnének kapni, a saját szakági szövetségükhöz kell pályázatot benyújtaniuk, és a szakági szövetségük a sportfejlesztési programjukat elbírálva döntik el azt, hogy melyik évben milyen támogatásra jogosultak az állam által egyébként beszedett társasági adóból. Amikor megszületik egy döntés a szakági szövetségnél, hogy támogatást nyer egy sportegyesület, ez nem jelenti azt, hogy fizikai valójában is megkapja, tehát ez nem pénzt jelent. Ez még egy árva fityinget nem jelent ebben az esetben, hiszen amikor megvan a támogatási döntés, akkor ezeknek a szervezeteknek meg kell keresniük azokat a vállalkozásokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy igen, az általuk befizetett társasági adó meghatározott részét az a sportegyesület használhatja föl, akit ugye a szakági szövetség megnevezett. Most jelenleg van egy olyan TAO pályázat, ugye ez
a sportpálya kerítése című pályázat, ahol egy jelentős anyagi támogatás, pontosan egy jelentős döntés, anyagi döntés született, és ehhez van egy jelentős önkormányzati önrész is, ami rendelkezésre áll, azonban van mindegy 10 millió forintnyi összeg, amit társasági adóval kellene lefedni. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen ez nagyon nagy összeg. Én azzal a kéréssel fordulok a Hernádi Társas Vállalkozásokhoz, hogyha tehetik, és ezt a társasági adót még senkinek nem ajánlották föl, tehát más sportegyesületnek, akkor ajánlják föl ezt a Hernádi Sporttelep kerítésének a cseréjére, mert ez egy olyan beruházás, ami a mi falunkat teszi tetszetősebbé, esztétikusabbá, és addig, amíg le nem telik az életciklusa, ezt nem mondom, hogy amíg világ a világ, de hát gondolom évtizedekig ott fog állni, és hirdetheti a mi összefogásunknak az erejét. Tehát kérem, hogyha van ilyen felajánlható pénzük, van, tehát tudnak ilyen nyilatkozatot tenni, akkor keressenek meg engem vagy jegyzőasszonyt az önkormányzaton, és akkor a részleteket meg tudjuk beszélni. Én ezt előre is köszönöm, bízom benne, hogy ez lebonyolódhat majd, és megszerezzük ezt a megfelelő összeget. A közmeghallgatáson szolgálati közlemény is elhangzott, ez pedig ugye az április 8-án tartandó lomtalanítás lesz, amihez már ugye, ahogy említetted is, évek óta veszélyes hulladékgyűjtés kapcsolódik. Ezt a Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület együttműködésével az önkormányzat bonyolítja le. Igen. Április 8-án lesz az idei lomtalanítás, éppen úgy, ahogy az eddigi években, gyűjtőpontos formában, ami nagyszerűen bevált az elmúlt években, hiszen azóta lomtalanítás idején nincsen mindenféle szemét szerte az utcákon, hanem az emberek azokat a lomokat, amiktől meg akarnak szabadulni, a búcsútérre szállítják ki. Ebben az évben is erre szeretnénk felhívni a figyelmet, tehát április 8-án reggel 8 és 12 óra között várjuk a lomot az NHS-szel közösen konténerrel a búcsútéren. Ebben a konténerben a sitten és a veszélyes hulladékon kívül minden más hulladékot el lehet helyezni. Nem, a veszélyes hulladékok gyűjtését valóban hosszú évek óta a Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület szervezi, az idén is. Ott fog állni a gyűjtőautó a konténer mellett, és a gyűjtőautóra lehet az elektromos és az elektronikus hulladékot elhelyezni, és az elég itt a hűtő ládától az egérig, amit a számítógéphez használnak, bármi belefér, a kávéfőző, nagyon sok minden, rezsó, mindenféle. Amit veszélyes hulladékban nem lehet kiszállítani ebben az évben sem, az a gumiabroncs, a festékes edények, oldószeres edények. És az akkumulátorok. És az akkumulátor. Ja, és az akkumulátor, majdnem elfelejtettem. És az akkumulátorok. Ezeket nem veszik át veszélyes hulladékban. Még annyi tartozik hozzá, hogy korlátozott mennyiségű szállítást az önkormányzat is, és a Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület is tud vállalni ezen a napon. A Faluszépítő Egyesületet Nagyné Kati telefonszámán lehet értesíteni azon a héten, amikor a lomtalanítás van. Ez a Hernádi honlapon megtalálható, ez a telefonszám, amin jelezni lehet, és a tévén is megtalálható. Az önkormányzatot, például a polgármesteri hivatalban is be lehet ezt jelenteni, szintén csak azon a héten fogadunk el ilyen igényeket, amikor a lomtalanítás van, a 374-122-es telefonszámon, és
én kérem, hogy senki ne vegye rossz néven, de kollégáim azért azt megvizsgálják, hogy van-e valakinek lehetősége magának kivinni a lomot. Tehát akinek van olyan járműve, amivel ezt szállítani tudja, tőle nem biztos, hogy elhozzuk, hanem inkább olyanokra gondoltunk, akik idősek, betegek, semmilyen járművük nincs, és egyáltalán nem tudják megoldani, hogy ez a lom oda kerüljön a konténerbe. Tehát április 8-a lomtalanítás. Még egy szolgálati közlemény maradt a végére, ami pedig a házszámok kérdését érinti. Igen, gyakran panaszkodnak a közszolgáltatásokat ellátó vállalkozásoknak a dolgozói, hogy nem találnak meg egy címet, mert nincsenek kitéve a házszámok. De vonatkozik ez... Hát a mentőkre nem annyira, mert ők GPS-szel dolgoznak, de egyébként például a kéményseprő, de mondjuk lehet ez idegen orvos is, ne felejtsük el, tehát lehet helyettesítő orvos, aki szintén nem találja meg a beteget, mert mondjuk nincs házszám, lehet postás, aki nem találja meg a megfelelő címet. Tehát én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy valamiféle módon helyezze el a házszámot az ingatlanán, pontosan azért, hogy minél kevesebb félreértés szülessen az ilyen esetekben. Erről ugyan rendelet van, hogy fel kell tüntetni a házszámot az ingatlanokon, de ezt nem szeretnénk olyan irányba terelni, hogy mondjuk büntessünk érte. Mi felhívásokkal szeretnénk arra kérni önöket, hogy a házszámokat helyezzék el a házaikon, mert ez végül is mindannyiunk érdeke. A közmeghallgatás végén a kérdések következnek. Ugye ezt most már évek óta két formában is föl lehet tenni, vagy a helyszínen, vagy pedig e-mailen. Idén érkezett egy kérdés e-mailen, ez pedig a Váradi úti vízelvezetéssel kapcsolatban jött. Ezt fogalmazta meg, lesz-e ezzel változás, ezzel kapcsolatban változás? Ez régi probléma. A Váradi út a Magyar Közút ZRT fenntartásában van, a magyar állam tulajdona, és sokszor kerestem már a Dabas üzemegységet ezzel a problémával, de mindannyiszor megállapították ők, hogy igazából nem nagyon van lehetőség árkok elhelyezésére a Váradi úton. Én kértem, hogy jöjjenek akkor, amikor esik az eső, mert biztos, hogy néhány árkot, ha nem is minden ingatlan elé, de el lehet helyezni. Én most arra tudok csak ígéretet tenni, hogy újra megkeresem az üzemegységét, illetve a kirendeltségét a Magyar Közút ZRT-nek, és újra kérem azt, hogy tekintsük át akkor együtt, hogy hova lehetne árkokat készíteni a Váradi úton, azért, hogy a vizet elvezessük, de a végleges és tökéletes megoldása ennek a dolognak az a komplex fejlesztés lenne, ami egyben tartalmazza a járdát, az utat, és a megfelelő szikkasztásos vízelvezetést, aminek a jelenlegi költsége olyan 413 millió forintot jelent, és amikor belegondol az ember, hogy a Váradi út csak 1,7 kilométer hosszú, akkor ugye egyből látszik, hogy erre biztosan nem lehet pályázatot, vagy ezzel biztosan nem lehet pályázatot nyerni, hiszen ennek a fajlagos költsége olyan óriási, hogy erre nem ad az állam sem támogatást, hiszen borzasztó sokba kerül. Tehát itt most gyakorlatilag magunknak kellene valamit kitalálni arra vonatkozóan, hogy az biztonságos is legyen, és lehetőleg a vizeket is úgy el tudjuk helyezni, hogy az ne okozzon kellemetlenséget az ott élőknek, amiért egyébként az ott élők is tehetnek, hiszen a saját önkormányzati útjaink mellett nagyon sok család maga készítette el az árkot az ingatlana előtt. Ennek a módja pedig az, hogy az önkormányzattól meg kell keresni a műszakis kollégákat,
akik kimennek és megnézik, hogy hol helyezhető el az árok, mert így elkerülhető az, hogy olyan árok épüljön, és oda, ahol például baleset veszélyes lenne. Tehát mindenképpen mi állunk rendelkezésre, hogyha valakinek ilyen saját áruképítő elképzelése van. A helyszínen is érkeztek a közmeghallgatáson kérdések. Az egyik, melyet Vizi István nézett föl, az volt, hogy a kutyákat nagyon sokszor találkozik kóbor kutyákkal, és több kérdést is felvetett. Az egyik, hogy miért nem kellene lennie a kutyáknak, csipeknek beültetve, illetve hogy hogyan lehetne ezt esetleg orvosolni, ezt a problémát, hiszen a biciklistákat ez többször is veszélyezteti. Alapvető dolog, hogyha valaki állatot tart, és az lehet kanári, de lehet kutya, tehén, ló, a saját felelőssége. Azokat felelősen, megfelelő módon kell a saját ingatlanán belül tartania, illetve ha az ingatlanon kívül tartózkodik ez a jószág, akkor ugye felügyelet mellett teheti ezt meg. Minden állatra ez vonatkozik, a kutyákra különösen. A kutyák nyilvántartására ugye a csipes rendszer lenne alkalmas, de sajnos nem igazán van kényszerítési lehetőség arra, hogy azokat az embereket rákényszerítsük a csipek beültetésére, akik ezt nem teszik meg. Jelesül pedig általában ezek a kutyák lófrálnak az utcán, akik csippel nincsenek ellátva. Hát ez egy patthelyzet. Mit nem mondjak, ez egy nagyon nehéz dolog, mert természetesen, hogyha fogunk egy kóbor kutyát az utcán, annak nincs gazdája. Annak a gazdáját az életben elő nem lehet keríteni, hogyha nincsen benne csip, persze azért nem lehet előkeríteni, mert a gazda tudja, hogy felelősségre fogják vonni, hogy miért nincs csip a kutyában, illetve miért nincs a kutya a telken belül. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Annyit tudunk tenni, hogy az önkormányzat kötelező feladatának eleget téve gyepmesteri szolgáltatást vesz igénybe. Ez egy székesfehérvári cég, akik hívásra érkeznek és elszállítják azt az állatot, amit a közterületen megtalálnak, de mi is sajnáljuk ezeket a kutyákat. Az a kutya, amelyik az úton közlekedik, az nem maga tehet arról, hogy ott van. Tehát alapvetően emberi mulasztásból ered minden egyes kóborkutya megjelenése a faluban. Az ebb, a kutya élőlény pontosan úgy érzi a hideget, a meleget, a szomjúságot, az éhséget, a fájdalmat, mint az ember. Tehát az embernek, akinek van ráhatása arra, hogy az állattal megfelelőképpen bánjon, annak kötelessége ezeket a szabályokat betartani, ellenkező esetben ne tartson állatot, kutyát se. Tehát ez az én véleményem, meg egyáltalán, tehát felelős állattartásra lenne szükség, még messze látom ezt az időt, megmondom őszintén. Így aztán marad a gyepmester, aki ezt a szegény kutyát elszállítja valahova Székesfehérvárra, ahol ha sikerül, akkor valaki örökbe fogadja a telepről, ha nem sikerül, akkor egy idő után elaltatják, kész. Tehát én úgy gondolom, hogy ez senkinek nem lehet az érdeke, tehát erre nem lehet törekedni, arra kell törekedni, hogy minden egyes ebről, minden egyes állatról lehessen tudni azt, hogy kié. Faraga István tette fel azt a kérdést, hogy azokat a hulladékokat, amiket nem lehet kivinni a veszélyes hulladékgyűjtéskor, a festékesedényeket, az akkumulátort, illetve a gumiabroncsokat, azt hol tudják akkor az emberek biztonsággal, felelősen megszabadulni tőle? A festékes edényekről nem tudok nyilatkozni.
Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ahogy a közmeghallgatáson a Falusépítő Egyesület elnöke is elmondta, nem találtak még megoldást arra, hogy ezt hol lehetne elhelyezni, illetve van olyan cég, amelyik ártalmatlanításra elszállítja, de megpróbálunk ennek utána nézni, és amennyiben találunk ilyet, ezt mindenképpen nyilvánosságra hozzuk. Az akkumulátor és a gumiabroncs az egy egyszerűbb kérdés. Jogszabály rendelkezik arról, hogy az akkumulátort értékesítő, illetve a gumiabroncsokat értékesítő, illetve cseréjével foglalkozó vállalkozások kötelesek ezeket a már nem használható akkumulátorokat, illetve a gumiabroncsokat átvenni, hiszen ezek a vállalkozások kell, hogy rendelkezzenek ezeknek a veszélyes hulladékoknak az elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó szerződéssel a megfelelő cégekkel. Én úgy tudom, hogy ezekkel nincs is probléma, tehát ez megy folyamatosan, nem kell 100 évre vonatkozóan összegyűjteni a gumiabroncsot. Nyilván, hogyha valaki lecseréli az autóján az abroncsot, akkor nyugodtan ott hagyhatja a műhelyben, ez most is így van, ott hagyhatja a műhelyben, és ők gondoskodnak arról, hogy például máshova kerüljön, de ugyanígy az tehát ártalmatlanításra kerüljön, de ugyanígy az akkumulátort is ott lehet nyugodtan hagyni, hogyha veszek egy másikat. Holecz Istvántól több kérdés is érkezett. Az egyik a Visegrádi és a Lehel út által körbehatárolt kis háromszögnyi részt érinti, ahol önkéntes munkával játszóteret szeretnének kialakítani. Megtehetik ezt? Ez a terület, bár látszólag a miénk, az önkormányzaté, azonban telekönyvileg nem a miénk, hanem a vízműhöz tartozik. Ennek ellenére természetesen ez is azért Hernádi vagyon. Mi ezt rendben is tartjuk, ahogy erőnk engedi. Történt már ott önkéntes munkával lett egy fejlesztés, ami viszonylag gyorsan le is csengett, hiszen az elültetett növényeket senki nem gondozta, amire egyébként mi a Hernádi önkormányzat anyagi támogatást is adott, így aztán azok szépen sorba tönkrementek, illetve pontosan a víziközmű társulat volt az, aki csapot is szerelt föl, hogy locsolhatók legyenek ezek a növények. A képviselőtestület semmilyen észszerű fejlesztéstől nem zárkózik el. Én ezt mindig szeretem hangsúlyozni. Mindent megvitatunk, mindent megbeszélünk, és hogyha szikrányi lehetőséget látunk arra, hogy értelmes dolog születik egy-egy ötletből, akkor azt támogatjuk. Ennek a csücsöknek a sorsa... Sorsán nem igazán gondolkodtunk még. Nagyon örülnék annak, hogyha rendben lenne, tehát például mondjuk az ott élők közösen vállalnák azt, hogy rendszeresen fölszedik a szemetet róla, mert hogy egyébként a gyerekek most is használják, hát gyakran látom, hogy ott fociznak, tehát ott vannak, de hogyha szeretnék azt, hogy rendben legyen, akkor mondjuk például az eldobált hulladékot sem ártana fölszedni róla, és egyébként pedig az ötletről beszélhetünk akkor, hogyha ez megfelelően kidolgozott formában érkezik a képviselőtestülethez. Úgyhogy végül is nem tudom megmondani, beszélhetünk róla, tehát ez tárgyalást igényel. A következő kérdése az volt, hogy valóban lesz-e Hernádon állatmenhely? Tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy remélem, hogy lesz, mert hogyha ez így lesz, akkor az önkormányzat gondjait jelentős mértékben csökkenthetné, kiküszöbölné mondjuk a gyepmesteri szolgálatnak a szolgálat díjának jelentős részét, és lenne is erre olyan személy, aki vállalkozna rá, és megfelelően felelősen áll a dologhoz, de még van némi híja a dolognak. A Hernádi önkormányzat ajándékba kapott a tulajdonosaitól egy erdőben található tanya helyet, mert ugye a tanyának már nem nevezhetjük, hiszen nem áll rajta épület, tehát egy területet, amit mi
ennek a személynek, aki egyébként foglalkozna az állatokkal, használatba is adunk, de ott csak akkor lehet állatokat fogadni, hogyha megfelelő infrastruktúra van, és most nem a kennelekről beszélek, hanem például az áramról és a vízről, ez elengedhetetlen. Tehát enélkül, a kettő nélkül nem lehet oda állatokat vinni. A víz viszonylag egyszerű dolog, az elektromos áram odavezetése azonban olyan költség, amit a Hernádi önkormányzat nem tud felvállalni. Tehát itt egy nagyobb összefogásra lenne szükség, közadakozásra, vagy egyébre, nem tudom, külföldi támogatásra. Tehát egy csomó lehetőség van erre a dologra, de az áramot oda kell vezetni. És egyébként nyitottak vagyunk erre a dologra, hiszen hogyha szívesebben adom egy jó, vagy adjuk, az szívesebben adja a képviselőtestület egy olyan embernek az anyagi támogatást, aki komolyan gondolja ezt a tevékenységet, aki bizonyította, hogy képes felnőni a feladathoz, és aki még gondot is vesz le az önkormányzat válláról, mint mondjuk egy, hát bocsánat, hogy a gyepmestert Sintérnek nevezem, de mint egy Sintérnek. Tehát jobban tudnánk ezt a dolgot mi kezelni, hogyha lenne egy ilyen állatmenhely, ami egyébként olyan helyen van, hogy egyáltalán nem zavarná a Hernádon élők nyugalmát, sem hanghatással, se semmivel, tehát ez megfelelően elszeparált helyen van, alkalmas lenne erre a feladatra, de egyelőre még csak az elvi döntés van meg, és a fejlesztéseket le kellene bonyolítani. Holecz István utolsó kérdése az általad említettekhez kapcsolódott, mégpedig az, hogy a megunt kedvenceket le lehet-e adni ennél a személynél, aki már jelenleg is igen elhivatott az állatokkal kapcsolatban, és aki egyébként felelősen egy állatmenhelyet is fent tudna tartani, vezetne? És ha jól emlékszem, én azt mondtam, hogy ezt vele kell megbeszélni, de miután végesek a lehetőségei, tehát azért, mert valaki tartott, és most visszautalok arra, amit mondtam a felelős állattartásról, azért, mert valaki tartott egy kutyát, és megunja. Az miért, tehát az ne akarja leadni, én úgy gondolom. Tehát egy állat az nem olyan, mint egy kinőtt kabát, amit elmegyek és bedobom a ruhagyűjtőbe, hanem az egy olyan lény, amiről gondoskodni kell. Tehát nekem is van kutyám, én elképzelni nem tudom azt, hogy megunom, és elviszem, leadom egy állatmenhelyre. Ez csak abban az esetben működik, hogyha, amit nagyon gyakran hallunk, hogy mit tudom én, valaki meghal, és egyedül volt, és ott marad egy állat, és nem tudja senki hova tenni, mert nincs rokon. Tehát így ebben az esetben működik egy ilyen dolog, de a megunt, tehát nekem ez nem kategória, hogy megunt állat, tehát ilyen nincs, hogy megunt hörcsög, meg megunt krokodil, meg egyebek. Tehát az állatokról gondoskodni kell. Én úgy, nekem ez a véleményem. Szerintem más sem mondana mást, hogyha ezt komolyan végig gondolja. Egyébként pedig, ha ilyen eset adódik, hogy muszáj mégis elhelyezni mondjuk egy állatot, akkor ezt ezzel a személlyel kell megbeszélni, hiszen ő tud arra választ adni, hogy van-e kapacitás arra, hogy fogadja, illetve, ugye, mert az István erre is visszautalt, esetleg segít gazdát keresni ennek az állatnak, hát nyilván kutyáról beszélünk, de elképzelhető, hogy ő, aki széles ismeretségi körrel rendelkezik, hamarabb tud új gazdát keríteni egy ilyen kutyának, és akkor biztosítva lesz a sorsa a továbbiakban is. Polgármester asszony, köszönöm szépen. Ácsi, nagyon fontos dolgot kifelejtettem, bocsánatot Igen. kérek, mert hogy említettem a civil szervezeteket, meg a vállalkozókat, és viszont nem említettem az önkormányzat dolgozóit, mert a munka, az egész éves munka, minden egyes,
minden egyes fázisa, minden egyes periódusa hozzájuk kötődik. Tehát nem lehet lebonyolítani, nem lehet teljesedésbe vinni egy költségvetést, nem lehet egy költségvetési év összes fejlesztését és összes tervét megvalósítani azok nélkül, a dolgozók nélkül, akik az önkormányzat alkalmazottai, hiszen hozhatnánk mi akármilyen döntést a képviselőtestülettel, hogyha nem lennének olyanok, akik ezt megfelelőképpen végrehajtják. Tehát szeretném végül, de nem utolsó sorban megköszönni az önkormányzati alkalmazottaknak, a köztisztviselőknek, a közalkalmazottaknak és a közhasznú munkásoknak is azt, hogy egész évben példaszerűen végezték a dolgukat, és segítették nekünk megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket célul tűztünk ki magunk elé, és bízom abban, hogy ez ebben a költségvetési évben is így történik majd. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, polgármester asszony, hogy még egyszer szinte a közmeghallgatást újra lejátszottuk. Én úgy gondolom, hogy részletesen végigbeszéltük, átbeszéltük, kitértünk minden részletre, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.